Hatodikos általános iskolás voltam 1981-ben, minden idők leghangosabb magyar tánzzal fesztiváljának évében. Akkor tűnt fel a KFT, ugye bábú vagy, mindenki limbózott a Hungária limbó hintója miatt. Ulma Mónika írt a bátyjának egy dalt, Eszményi Viki pedig feljött vidékről, és csak egy lány volt a sok közül, és elképesztő bundesligás frizurával visszatért a színpadra Soltész Rezső, aki akkor élt, tudja énekelni nem csak a refrént, hanem az egész dalt is. Rezsőt én különben kitüntetett figyelemmel néztem, korábban ugyanis kisgyerekként a kedvenc együttesem a Corvina volt, ahol Szigeti Ferenc volt a gitáros, ő pedig az énekes. Rezső nem tűnt el, csak egy kicsit átalakult, konszolidálta a dalérolt hajkoronát, üzletember lett, de a színpaddal soha nem szakított. Kezdjük a végén. Megmutatom, hogy hogyan zárult a közös napunk Soltész Rezsővel. Megfogták a kezemet és simogattak. Ezek mind olyan dolgok, amik most, hát még jó sokáig az itt vannak a lelkem, hogy hazafelé, majd erről beszélgetünk úgyis. Ígérem, hogy visszatérünk majd még a Tápéi Kultúrházba, de előbb ugrás jó fél nap nyit vissza az időben. Soltész Rezső irodájában képeket nézegetünk, ezeket én keresgéltem ki neki régi újságokból. Ebben a cikkben például azt írják, hogy Csehszlovákiában megjelent Soltész Robot Love című lemeze. Mivel Trutko éppen ott járt a héten, megkértem, hogy a helyszínen mesélje el az album történetét. Szervusz Zoltán, üdvözöllek Sárosfáról. A szlovákok így mondják, Blatnana Ostrove. Ez egy felvidéki magyar település, ahol egykor zsúfolt teltházas koncertet adott Soltész Rezső, ahol a helyieknek természetesen magyarul énekel. De Rezsőnek volt egy csehszlovák karrierje is, és emiatt megtanult szlovákul, hogy a színpadról a helyi szlovákoknak szlovákul beszélhessen. Ilyenkor például ilyenek hangozhattak el, hogy Sovelmi Rádzse, moj album, Robot Lávje, Vysova, Vásai Krajni, po Csehoszlovenszke, ugyanis Rezsőnek itt a legendás csehszlovák albuma, és ezek után a szlovákokban már nem maradt kérdés, és bennem is csak egy. Ez akkor most benzinkutas, vagy autószerelős ruha? Rezső jót mosolyog a kérdésen, nem először teszik fel neki. Azt mondja, hogy ezt a ruhát 1980-ban vette egy drezdai fesztivál előtt, nem titkoltan azért, hogy ezzel is feltűnést keltsen. Lehengerlő volt a siker, tehát olyan, ott a jól öltözött és igazán csinos német énekesek között, ez nagyon berobban. Újabb képet mutatok Rezsőnek, egy 1982-es slágerlistát. És itt a csattanós válasz azoknak, akik egy slágeres előadónak tartják. Itt ugyanis a Top 20-ban két dala is ott van, és egyik sem a szóljon hangosan az ének. A Gondolsz-e majd rám a harmadik, a Bumeránk pedig a 20. Ezen a képen pedig épp az év énekese díjat veszi át, szintén nem a szóljon hangosan ért. Tovább nézzük a képeket. Találtam egy olyat, ahol együtt van Kós János és Soltész Rezső. Utóbbi még sosem látta ezt a fotót. Talán ez az egyetlen eset ezen a napon, amikor nehezen jönnek belőle a szavak. Láttam most néhány felvételt a Janiról, ami így beleszaladt, így a YouTube-ra csúcs volt. Csengetnek. Rezső gyanútlanul nyitja ki az ajtót, nem tudja, hogy ide hívtuk régi zenésztársát, a Kártágó vezetőjét, Szigeti Ferencet. Szia! Azt mondjuk egy kollega. Szia! Üdvözlöm. Ma már nehéz elképzelni, de a tánczene klasszikusa és a rockzene klasszikusa valaha együtt zenéltek a Corvina együttesben. Ez a cikk például egy nagy sikerű moszkvai koncert után készült. Soltész volt a banda főnöke, Szigeti pedig a pályáját épp csak elkezdő zenész. A Rezső baromi profin intézte ezt a dolgokat, tehát olyan zenekarvezető volt, akitől csak tanulni lehetett. Nem ritkán volt olyan, hogy Soltész konyhájában körmölték a dalokat. Egyikük a gitárfutamokat próbálgatta, másikuk a szöveget faragta hozzá. Az együttműködés remek volt mindaddig, amíg Rezső meg nem szüntette a bandát. Azt mondta, nem hagyd el sosem, miután elhittem.
Én voltam, aki megállítottam a Korvinát igazából, mert, bocsáss meg, az volt az érzésem, hogy elfáradt a dolog. Szigeti viszont még szerette volna tovább csinálni, így azután össze is vesztek, és évekig szóba sem álltak egymással, de, mert miket hoz a véletlen, egyszer nem tudták elkerülni a beszélgetést. A helyszín a mai Chemnitz, az akkori Karl Marx Stadt. Viszonylag korán kellő vagyok, és lementem reggelizni a szálloda éttermébe, ami még tök üres volt, egyetlen gyasztnál ült valaki, az a Rezső volt, ott ült egymagában és reggelizett, és én meg ott álltam, ami tálcával, nem tudom mivel, és azt megelőzően nem beszéltünk, mert jó pár évvel egyáltalán. És ugye egymásra néztünk, akkor ott álltam a tanácsadó a tárcával, és azt mondja, hogy na, azt mondja, szia, gyere, ülj le. Még ott a chemnitzi reggeliző asztalnál átbeszélték korábbi sérelmeiket, és azóta megint jobban vannak. Rezső később azt gondolta, hogy bár a dal szerint amíg él énekel, azért emellett valami mást is kellene csinálnia. Kiadót alapított hát, amely ma négy színes lapot jelentett meg. A legfontosabb, nem fognak meglepődni, a Zenész magazin. Zenész újságot, hogy meghattant ez a kérdés nekem, hogy milyen jó lenne, mindig a Bravo-t forgattam gyerekkorom, a színes volt, voltak benne hangszerek, meg sztárok, meg különböző ilyen történetek, és mondom, hogy ezt magyarul megcsinálni, milyen nagy trúváj lenne. Persze, közben azért zenélt is. Arany lemezei ott lógnak az előszobája falán. Felesége nem szeretett volna nyilatkozni, de azt azért megtudtam, hogy 1963 óta, vagyis 56 esztendeje vannak együtt, pedig, és ezt a Rezső sem tagadja, nem mindig könnyű az együttélés egy zenésszel. Az 1981-es Táncdal Fesztivál idején például volt olyan, hogy két zsáknyi szerelmes levelet hozott neki a postás, amit nyilván nehezen visel egy asszony. Leülünk egy kényelmes fotelba, és megkérdezem, hogy mit jelent neki a szóljon hangosan az ének. Azt mondja, hogy mindent. De igazából az, hogy itt a színpadon nagyon jól éreztem magam, és nagyon felszabadult voltam, azért ez látszik nagyon a képről is. Azon a Táncdal Fesztiválon egyébként második lett Soltész, pedig alig, hanem ez volt minden idők egyik legerősebb mezőnye. Csupa olyan dallal, amelyet máig ismerünk, a teljesség igénye nélkül. Hungária Limbo Hintó, Korál Homok a szélben, KFT Bábú vagy, Eszményi Viktória Vidéki lány, Korda György Szerelmet adj szerelemért, vagy éppen Ulma Mónikától az Írtam a bátyámnak egy dalt. Rezsőnek azért is különleges ez a fesztivál, mert itt láthatták a tömegek először azzal a frizurával, amely később a védjegyévé vált. Nem is olyan rég, ha jól emlékszel még, játszottam egy gitáron. No, itt kezdtem el egy kicsit kényelmetlenül érezni magamat, de muszáj volt megkérdeznem, hogy honnan jött ez a haj. A gitáron. Nagyon kedves barátunk, aki fodrász volt, és a családban az összes lánynak a haját, meg a Jakubcsek Gabinak is ő csinálta a frizuráját, akivel ültünk a fodrász üzletében, késő este volt már, szóval ilyen nagyon-nagyon mélypont volt akkor az életünkben, és azt mondta, figyelj, bedarolom a hajad, és én mondtam, hogy nem már minden, darolod be, ez már nem fogja semmi sem, és akkor ezt ő megcsinálta. Alig, hanem élete egyik legjobb döntését hozta ott, abban a fodrász üzletben Rezső, úgy 15 évig hordta göndör fürtjeit. Kezdtem belefáradni ebbe a frizurába. Ez úgy történik, egyik reggel kimegy az ember a fürdőszobába, benéz a tükör, hogy azt mondja, Jézus Mária, ez én lennék? És akkor ez így történt, hogy akkor szépen fogtam magam, és elkezdtem lebontani ezt az építményt magamról. Persze ez a haj is kellett neki ahhoz, hogy sikeres legyen mindenhol, itthon is és Amerikában is, ahol három fesztivált is megnyert. Get down, everybody singing, what's a good of thinking, it's a good way. Amúgy énekelte már oroszul is. Liotsa, eto pésne, liotsa, és a többi. És akkor németül meg így hangzik, hogy Dieses Lied soll laut erklingen. Rezső gyermekei már felnőttek, de most sem ketten élnek a lakásukban, hiszen velük van Babsi, az egyéves tacskó, aki jól láthatóan imádja a kamerát is, meg azt is, ha simogatják. Rezső azt mondja, hogy minden reggele azzal kezdődik, hogy sétálnak egy nagyot ők ketten. Integetünk Karcsikának. Indulnunk kell. Várják őt a Tápéi Kultúrház színpadán, a nőnapi ünnepségen. Végig dumáljuk az utat, beszélünk mindenről. Arról is, hogyha elfogadja a felkéréseket és kiköltözik Amerikába vagy Németországba, most jóval gazdagabb lenne.
de nem ment, mert neki Magyarország mindennél fontosabb. Ha erre jár, Rezső mindig megáll egy Kecskeméthez közeli benzinkútnál kávézni, most is. Előkapom a kamerát, leültetem a velünk utazó riporter hallgató lánnyal szembe, és megkérdezzük, hogy miért ő vezet. Mint kiderül, nem azért, mert sajnálná a pénzt sofőrre. Igyekszem mindig a radaroknál elassítani, hogy nehogy elkapjanak, de ez nem fáraszt. Tehát jól vagyok. Akkor szoktam csak segítséget kérni, mert egyedül szeretek utazni, ezt őszintén bevallom, hogyha a sok fellépésem van. Az is érdekelt, hogy 50 év után mi okoz még neki örömet a színpadon. De a közönség mindenütt egyforma. Meg kell őket győzni arra, hogy én vagyok a legjobb, és a legszebb dalokat én énekelem nekik akkor abban a pillanatban. A tápélyi kultúr előtt egész fogadóbizottság várja Rezsőt. Itt az országgyűlési képviselő, a helyi képviselő és a kultúrház igazgatója is. Jól láthatóan esemény itt Soltész látogatása. A terem zsúfolásig tele. A helyi kultúrigazgatója beszólítja Rezsőt, ő pedig jön, és kiderül, hogy semmi oka nem volt az izgalomra. A közönség ugyanis imádja őt. Legtöbben nagymamák, akik együtt nőttek, majd korosodtak az énekessel. Vannak olyanok, akik Ceglédről jöttek, ami azért nem szomszédos Tápéval. Míg Rezső énekel, a kultúrház igazgatóját félrehívom, és megkérdezem, hogy miért éppen őt hívták meg a nőnapi rendezvényre. Több előadó került így a terítékre, de nagyon sokan egyszerre Soltész Rezsőt kérték. A csúcs persze a szóljon hangosan az ének, és tényleg hangosan szól. Rezsőnek tulajdonképpen vissza kellene adni a honorárium egy részét, hiszen időnként nem is ő énekel, hanem a közönség. Nincs mese, ez a dal tényleg örökző. A fellépés közel egy órás, két ráadással. Rezső azt mondja, hogy cseppet sem fáradt el, átöltözés helyett leül autogramokat osztogatni. A hölgyek jól láthatóan imádják. Nagyon tetszett, életű volt, a régi számokat idézte fel, úgyhogy fantasztikus volt. Hát én ezeken nőttem föl, hogy mamám által meg anyukám által ilyeneket hallgattam, és így szerettem meg. Nagyon sok olyan rendezvényen, bulin, házi bulin részt vettem fiatalabb koromban, most már elmondhatom, ahol bizony ezek a számok nagyon sokszor elhangzottak. Most elárulok önöknek egy titkot. Általában a riport végi összefoglalót, vagy ahogy mi nevezzük stand-upot, meg szoktam erővel tervezni. Nem írom meg, de nagyjából kitalálom, hogy mit akarok mondani. Most viszont nem tudom és nem is akarom megtervezni, mert bevallom őszintén, én még mindig egy kicsit az előző fellépés hatása alatt vagyok. Soltész Rezső azt csinált a közönséggel, amit akart, és én is a közönség része voltam. Egyébként pedig ne felejtsük el, hogy 74 esztendős, most körülbelül este 9 óra van, és reggel 8 óra óta forgatunk vele. Ettől függetlenül úgy áll fizikálisan, hogy jobban, mint én. A heti naplóban Nyeldési Zoltán riportját látták.